Műsorunk az Able Tervező Kft. Támogatásával készül. Támogatónk a Penta Általános Építőipari Kft. Műsorunk médiapartnere a Sport Plus. Keresse péntekenként az újságárusoknál. Köszöntöm nézőinket, Foci és Sport című műsorunkat látják, ez az 5. évfolyam 51. adása. Gyakorlatilag év vége felé járunk, és ilyenkor elég érdekes összegzésekre készülünk. Hát ilyen lesz a mostani beszélgetés is, amelyet Takács Tibor szakértő barátommal fogunk csinálni. Szeretettel köszöntelek téged is, ugyanúgy, mint vendégünket, Juha Károly újságírót, aki 5 karikás beszélgetésekkel érkezett a mai napra. Az asztalon 4 darab könyvet látok, nem is könyvet, hanem albumot, nem tudom. Majd, hogy mi van benne, azt részletezzük a beszélgetés folyamán, de egy biztos, hogy az 5 karikás beszélgetéseknek 2 példánya is itt van, az előző és a legújabb is. Ez lesz a fő csapás irányunk a mai nap folyamán, hogy ezek hogy születtek, kikről és milyen történetek lelhetőek fel a könyvbe, de én nem ezzel akarnám kezdeni a beszélgetést Juha Károllyal, hanem azzal, hogy én úgy tudom, hogy ő nem sportoló, viszont egy olimpiai zakó van ön. Hogy került a csizma az asztalra? Hát azért részigazság az, hogy nem sportoló vagyok, nem vagyok komoly eredményeket elért sportoló. Hát legalábbis nem olimpikon, mondjuk így. Nem. Serdülő koromban én futottam egy évet, még ma élő tanú van rá az ország legjobb atlétikai szakosztályom a budapesti Honvédban. Aztán a tanulmányok nem mentek együtt a sporttal, és nem is voltam a teljesítés biztos. Viszont a szorgalmam a sport iránt áttételesen tovább élt. 20 éves korom volt, a gyakorlatilag csak a sport és az újságírás érdekel. Egy olvasói levelet beküldtem az akkori Népsport szerkesztőségébe hétfőn napon, ebédidő helyett egy ilyen ekkora írógépen lekopogtattam, 20-as, 30-as évekbeli, ma már csak múzeumban lehet feltetőjét látni gépen, 38 átütés biztos volt rajta, a lényeg az, hogy beküldtem, és ez pénteken megjelent az olvasói írják rovatban. Onnan kedve velem nem lehet bírni, ugyan közben végeztem egyetet, én papíron középiskolai tanár vagyok, biológia, kémia, szakos, de ezt egy perc is sem használtam, mert közben a tanulmányom közben dolgoztam, és az újságírás ügyében éjjel-nappal forgolottam. Körbejártam a határon túli nemzetiségi újságokat, mivel itthon ez nagyon nehéz volt bárhol is bemenni a portán túl, nem volt valami nagybácsi, aki beszólt volna a telefonon. Úgyhogy mindenhol, én voltam Zágrától, Marosvásárhelyen keresztül, mindenhol, Újvidéken, stb. És hát ezeken az átmeneti buktatókon és emelkedőkön keresztül sikerült apránként lendületbe jönni, olyannyira, hogy az újvidéki magyar szóban, erre kicsit fényás vagyok, ezekhez 72-ben sikerült egy olimpiai sorozatra megbízást kapnom magyar sportokra. Hát akkor a Tito elvtárs idején nagyon ment a magyar szó, és a nemzetiségi politikát a Tito elnök nagyon támogatta, úgyhogy a magyar szó egy nagyon menő újság volt. És amikor az 5. sorozatban 5. anyag megjelent, ha jól emlékszem 5., akkor a Belgrád Bakony játszották a magyar-román futballmeccset, a 3. Európa bajnoki, selejtező, oda-visszavágó, stb. 1-1-2-2, és akkor ott 2-re nyertünk Belgrádba, és a Szepesi Gyuri bácsit megkérdezte ott az újvidéki kollégáktól, hogy ki írja ezt az olimpiai sorozatot. Azt mondták, hogy egy pesti fiatalember, így kerültem nála képbe, és aztán utolértem őt a felhatalmazás alapján, és akkor voltak neki különféle külföldre menő adásai is, és ott havonta én egy cikket kaptam, lehetőséget, amit ő felolvasott, hogy most pedig felolvassuk Juha Károly írását. És nekem akkora sztori volt, hogy az el nem tudom mondani, de első kapaszkodó pont volt a magyar újságírásba való betörésre. Én vagyok az egyetlen magyar újságíró, ezt elmerem mondani, aki 15 évig dolgoztam azért, bekerüljek a pályára. A mások szerintem már vagy régen bekerültek, vagy rég abba hagyták. És nem azért, mert én butább vagyok, vagy lustább, vagy tehetségtelen, ez így alakult. A részleteket kár filtatni, volt hozzá kitartás, hogy 15 évig dolgozzak, amíg az általam igen nagyra tartott Hoffer József, MTI sportvezető, végül is felvette engem, úgyhogy én a házon belül dolgoztam a belpolitikán, csak azért bekerüljek a sportba. Körülbelül itt kezdődött a hivatalos újságírói pályafutásom, de az előtt 15 év az volt a legromantikusabb, mert akkor minden egyes írás manufakturális körülmények között született meg.
ez az olimpiai sorozat, amely érdekes módon, nem tudom, épp pont 15 részből állt Újvidékre, hát ez ma is a romantika csúcsa, és erről tudnék egy adást kitölteni, az hogy mind készült. De a kettő anyagot kiemelnék belőle, ami benne van a 2003-as aranyévesekről szóló könyvben is, meg a 2012-es, tehát most egy pár hete megjelent könyvben is, az azért kuriózum, mert azok az úriemberek, akikről szó van, azok a 908-as olimpián szerepeltek. Tehát ilyen ma már nincs, aki régeség nem élnek ezek az urak, persze, ezt a Pair Hugo nevű urat, akinek egyébként az kuriózum az, hogy a dédunokája, Pair Anna indult aténi olimpián vitorlázásban. Tehát ez egy sportcsalád, ha úgy tetszik, és a többi családtag is rendszeresen versenyez vitorlál, mai napig is. És a másik egy evezős úriember, Hautzinger Sándor, akit jobbra a másik helyen látható, ő pedig szintén indult, és ő birkozásos volt, magyar bajnok, és evezősként volt az olimpián, és öneki a fia volt Jácsi Sándor, aki az 1968-as mexikóvárosi olimpián ezüsténet szerett evezős négyesnek az edzője volt, tehát az is egy ilyen abszolút sportcsalád. Tehát ez a két kuriózum, akik 908-as olimpián már szerepeltek, ilyen azt hiszem ma már nincsen, mert régességen sajnos már eltávoztak közülünk. Ötkarikás beszélgetések, 15 rész, Újvidék és külföldi magyar sajtó. Nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy kénytelen vagyok most itt leállítani, mert ezekbe vissza akarok kérdezni, mert annyi érdekesség van benne. Először is említette, hogy hát ugye 15 évig kellett küzdeni azért, hogy a magyar újságíró társadalom befogadja. És hát ennek megvoltak a maga okai. De az egész egy nézői levéllel kezdődött. Emlékszik a nézői levélnek a tartalmára? Olvasói levélre? Hát ha ezt elmondom, akkor egy-két úr meg fog sérteni, biztos. Nem baj. ebben az adásban ugye azért általában elég őszintén szoktunk beszélgetni. Nem baj, de reméljük nem sértődnek. Semmi sértés nincs, csak legfeljebb az illető szubjektíven nem veszik rossz, jó néven. Volt, nagyon emlékszem rá. Meg kíváncsi vagyok, hogy miért közölték le, tehát mi az, ami a szerkesztőknek azért közölték le, mert külső embertől szívesen leközölték, és akkor, ha bárki betelefonált, vagy mondták, akkor kérem, ezt nem írtuk, hogy külső ember írta. Ugye van olvasói vélemény, alkotási szabadság, ugye úgy gondoltuk, hogy ezt le kell közölni, belülről nem írták ma sohasem meg. Ez volt egy Magyarország Nagy-Britannia atlétikai viadal Londonban, egy kétnapos verseny. Annak idején nagyon sokszor voltak ilyen csapatversenyek, és nagy rangot jelentett már az, hogy valaki bekerült számonként két versenyző egy atlétikai csapatba, és hát elég nagy elfenekelésben részesült a magyar válogatott, mit nem akarod, szóval nagy pontarányba kikaptunk, és a vasárnapi második záró napon volt a 4x400-as férfi futóváltó, és ezt úgy állították össze, hogy ha Tiborra mi ketten beszállunk, akkor sem lett volna nagyobb devalvációja a magyar sport presztízsének, és ezt én mertem nehézményezni, hogy ez nem egészen kosher, és a sportszerűség, meg a fair play, meg az ellenfél megbecsülés, meg a közönség megbecsülés, stb. Hát nem tudom, itt ez volt a lényege, és ezt le is közölték, és ma is azt tartom, hogy ha vesztésre állunk, attól függetlenül tegyük meg mindent azért, hogy valamit visszacsípjünk abból a különbségből, és egyáltalán becsípjük meg az ellenfelet is, meg a közönséget is, meg a saját embereinket is, hogy nem teszünk be 10 méteres futót, most csak karikírozom a 4x400-as váltóba. De miért tették be? Tehát mi volt az oka? Hát azért fütyültek az egész óvatára, mert ezt ki van pipálva, kaptunk 40 pont hátrány, mindegy, hogy 40 vagy 45-öt kapunk. Egyébként abban a számban sem lett volna esélyünk, hogy nyerjünk, ez kétségtelen, ha a teljes váltó áll fel, akkor is kapunk 20-30 méter hátrányt, ez reális volt. Emlékszem, elég élénkem, mert az atlétika mindig is nagyon érdekelt. Tehát akkor is vesztünk, akkor tisztességes vesztünk, kérem, ez a legjobb magyar váltó, ennyit kap a komplett angol váltótól, de így kaptunk mitől 150 métert, és az megalázó volt, és ez engem rettentő felháborított, és az összes sportvénám megmozdult, és elkezdte verni ezt a bizonyos hatalmas múzeumban való gépet. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy újságok, igen, a nézői véleményeket szívesen közlik a mai napon is, és ugye most a véleménynyilvánításnak, meg az írásnak egy egész más skáláján mozognak a lehetőségek, hiszen a blogokkal, az internet adta lehetőségekkel mindenki bele szólhat a közvéleménybe, illetve ki tudja fejteni a saját véleményét. Na most akkor nagyon szeretnék reagálni, mert nem készítő, hogy szóba kerül, de ezt sem fogja sérteni azt, amit aláírtam, amit elmondok. Nevezetesen van egy saját kis magánújságom, ezt egy fiatal barátom, Somogyi Péter ösztökélyesen indítottam, még nincs egy éve, ebben az év elején valamikor, és hát teljesen szájra megy a dolog.
és elértem azt, hogy egy írásomra kaptam 3753 kattintást, ami már egy szép szám, és hát sok napilapban is sok cikket nem olvasnak el ennyien, meggyőzésem. Ez persze egyedi eset, de ha megmondom még a címét is, akkor az még kuriózánsabb. Mindenről Janics Natasa első férje tehet. Ez volt az írásnak a cikke. Igen, elég izgalmas a cím magában is. És egyszer a válasz rá, hogyha az első házasság jól sikerül, valami jobban nem sikerült, jó, nem túl jól sikerült, mert a bulgár úriember valamilyen szempontból más vagy több, vagy amit fölmutatott, az izgalmasabb volt. Ha az első férje marad, akkor Janics marad Magyarországon, és nincs ez az elég csúnya levonulás, ami itt tenni. Kölcsönös fröcsködéssel telt el, és mindenképpen méltatlan az alapszituáció az, hogy egy hölgy idejött 999-ben, Fábiáné Rozsnyai Katalin befogadta egy rég szerb színekbe versenyt, és 2000-ben Sydneyben már negyedik volt az olimpián szerbiai színekben, de itt készült Szegeden meg Szolnokon Fábiánénál, és ugye 2003-ban lett, ha jól emlékszem, magyar állampolgár, és úgy nyert Magyarországnak 3 olimpia aranyérmet. Ezek után ezt mindenképpen úgy gondolom, hogy valahogy szerényebben kellett volna levezetni, ha már az első fél nem vált be valamilyen okból kifog, amiről én abszolút nem tudok semmit, de hát jött a második úriember, és az a nyerő, ahogy mondják pestiesen. Ilyen nüanszokon voltak dolgok. Maradt volna, és még szerencsésleg egy-két világbajnoki érmet, meg olimpiai érmet, 34 éves lesz 2016-ban, tehát annak 40 fölött jóval világszínvonal evező hölgyek, nem csak a Birgit Fischer, aki most abba hagyta, de 49 éves koráig porondon volt, hanem Olaszországban, meg Németországban. Hát igen, nem az a sportág, amiből nagyon hamar ki lehet öregedni. A rutin és a sok éves munka, hogy bennem az karban tartja és szinten tartja valaki, akkor abban nagyon sokáig el lehet a nemzetközi szinten versenyezni. Hát a korábbi időkben is igen, voltak ilyen. Visszatérve egy pillanatra Janics Natasára, ő gondolom szerepel a könyvekben, nem hogy úgy, mint Kovács hogy. Katalin, de ettől függet majd még erről beszélget. Kovács is szerepel, igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy kevés olyan sportoló vert föl akkora port és annyi indulatot, mint Janics Natasa. Volt még ilyen, most nem azt mondom, hogy megosztó személyiség vagy, akinek a magánélete ilyen erősen beleszólt a sportkarrierjébe, a nemzetisége. Nem nagyon emlékszem rá, hogy ilyen lett volna. Hát sokkal csendesen bonyolódtak le a dolgok, én azt gondolom, hogy egy kiugró eset. Az sajnos Magyarországon ma bevett szokás is abszolút általános jelenség, hogyha egyáltalán házasságban él valaki, akkor a másik férje vagy a feleségem. Hát ez, én több olyan élsportóval beszélgettem, én vagány gyerekekkel, férfiakkal veszek, és rámutattam, mondta, öreg, az első vagy a harmadik házasságban élsz, azt honnan tudtad? Hát mondom, a másik, az hozzátartik az általános üvegséget sajnos ma már, és el is találtam soknál, hogy a harmadik házasságban él. Szóval úgyhogy ez nem egy extra dolog, csak az a baj, hogy ebből ekkora ügylet és itten kölcsönös vádaskodás és lövöldözés és egyebek adottak. Nem, ezt le lehetett volna, biztos valamilyen szerényebb formában le lehetett volna ezt vezetni. Hát ezt most hadd ne én mondjam meg, én nem jártam diplomata képzőbe, ez a nagyköveteknek és a szakmai vezetőknek a dolga lett volna, hogy ezt de valahogy... a történelemben is háborúk dőltek sokszor el, házasságokon, családi konfliktusokon, múlva. Egy-egy jó férfi. Ja. És a végkonklúzió az, a részletek majd kiderülnek, aki elolvassa a könyvet, amely sajnos nem szerepelhet egyetlen könyvkiadó volt hálózatban sem, csak magánterjesztésben, hogy ezt az ügyet mindenképp valahogy másképp és szerényebben kellett mondani, és ez árnyékot vet erre a 10 éves kapcsolatra, és arra sok szép és maradandó siker, amit Janics elért, de ő is hibás erősen, mert eleve úgy állt hozzá, hogy 2,5 atmoszférába kezdett el handabandázni, ahogy szép csöndbe felvezette volna a témát. Igen, kívülről mindig könnyű bölcsnek lenni. Tudjuk azt, hogy egészen más megítélés akkor, hogyha mind a két oldalt meghallgatjuk. Igen. És annak ellenére, hogyha nem élünk benne, akkor... van az a mondás, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessék. Igen, nem lehet tudni. De ő meghallgatta, igen. Végig asszisztáltam az ő pályafutását, és tudom azt, hogy voltak korábban is problémák, akiket mindig elkentek azért, mert ugye a sikeret meg az eredmények érdekében a magyar sport nagymesteri szinten áll, amikor valakinek a gyengeségét palástolni kell. Ebben a témában Janics is megkapta a megfelelő támogatást. Az másképp az eredmények azért megállnak, és ez nem egyedülálló, amit ő csinált, de volt sok huncutsága, tehát nem volt egy problémamentes ember. Ugyanúgy a párja, Kovács Katalin sem, akit mindenképpen szóba hoznék.
bárhol megkérdeztek, mindig elmondtam, hogy egyetlen ember, aki nem vállalta, hogy nyilatkozik, közölte egy megbízotton keresztül, nem is lehet, hogy akárkinek elérni, ilyen proletárnak, mindig nem érhetem őt el, csak közvetítőn keresztül, hogy sajnos most nem ér rá, meg egy kicsit gyengébben sikerült az olimpiát, csak egy arany meg egy ezüstérmet szerzett meg. Szóval gyermeteg módon ki akart ebből bújni, és ezt én abszolút rossz néven vettem, én, mint szubjektív magánember, mert aki ezt a könyvet elkövetem, meg is írtam, hogy ha leül velem és beszélgetünk egy konzervatív beszélgetést, akkor biztos, hogy jobban jár, mint ilyen kapott egy kis kritikát a könyvben, mert azt nem teszem meg, hogy a női kajak négyesnek a négy tagjából három nyilatkozik, és a negyedik meg nem nyilatkozik. Akkor írtam egy szubjektív véleményt vele kapcsolatban, ami kicsit borsos, de abszolút korrekt és támadhatatlan, tehát én ebben elég nyugodt vagyok, hogy én ezért fogok az erkölcsi bíróságra menni, hogy rossz hírnél meg egyebek. Nem. Hát na, egyébként ez egy érdekes dolog. Most ebbe belekapaszkodok ebbe a négy tagba. Azt mondja, egy nem nyilatkozott, arról ott van a vélemény, illetve a konklúzió. Három különböző egyéniség. Igen. Mennyire másak ezek a lányok? Hát ez nagyon érdekes. Ugye sorrendben mondom, Szabó Gabi volt a vezérevezős, a Kozák Danuta, Kovács Kati és a Fazekas Krisztina. Hát ez négy abszolút különböző egyéniség, ez egész váratlan összeállt négy, és erre sokan nem számítottak, így adódik, főleg a Fazekas Krisztina személyét, illetve aki ugye hazajött Amerikából, és itt a válogatókon megkavarta a remélt sorrendet, és kiharcolta a helyet magának. De a Szabó Gabinál kezdeném, ő egy rendkívül küzdőképes hölgy, akiről egybehangzott szakmai vélemény az, hogy ő a csapatért meg tud halni, és többet tud nyújtani, mint amikor egyesbe versenyez. Vannak ilyen ember, akikből plusz energiákat mozgósít azt, hogy a társaiért is küzd, és egy ország képviselője nem egyedül van, és ha valaki nem adja a maximumot, akkor a többiek is kárát látják. Szóval ez egy abszolút pozitív valaki ebben a témakörben, ez a hölgyike, és még mindig megállt a helyét, a Kozákban után a párosban is jól szerepeltek a korábbi időben, csak az olimpián nem tudtak az időrendiség miatt indulni párosban, és akkor ott is indulhattak volna. Szóval egy pozitív, és vele lehetett normálisan beszélni, ő sem egy könnyű falat. Ezek a hölgyek meg egyáltalán az olimpiai kb. 36-szor kellett hívnom telefon, míg aztán odáig fajult a dolog, hogy megbeszéltük egy találkot. Megértek én valahol mindenkit, mert London után annyiféle meghívásuk volt, hogy... Meg kellett küzdeni érte. Nekem szó szerint meg kellett küzdeni az, hogy oda kerüljek, és ha lesz rám oda, akkor én mondok egy-két érdekeset ez az oda kerüléssel kapcsolatban is. Tehát a lényeg az, hogy óriási küzdelem volt, mert rengeteg meghívásuk volt, ugye a sikeretnek megfelelően mindenki látni akarta, hallani akarta közelről, autógram, közös fényképezés, stb. Úgyhogy itt akrobata mutatványokat kellett nekik is csinálni sokszor, és már gondolom a második, harmadik hónapban, ugye augusztus 13-a óta már kicsit talán fárasztó volt. Most én lehet, hogy taktikai hibát követtem, hogy nem azonnal kerestem. Azt hittem, hogy le fog csengeni hamarabb, és kicsit egy ilyen hullámvölgybe érem őket utol, de ez még aktuális tombolt ez az érdeklődés az olimpiai bajnokok iránt, ami megnyilvánult. Úgyhogy akkor még a hölgy, aki annyit mondani, tehát ugye a Kozár Danutával is azért egy olyan középhuncut beszélgetést lehetett folytatni, ő se az igazi volt azért, de legalább azért le tudtunk ülni és megbeszéltük a lényeget. Ugye most kitört vele is a balhé, mert hát a vőlegényét akarja az edzőnek tenni, akinek hát finoman szóval és nagyon kevés szakmai tapasztalata van, és ezt én magam abszolút nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lesz sikeres, főleg egy kétszeres olimpiai bajnokról van szó, nem egy járási bajnokról, aki majd most akar a vőlegényével fölmenni a megyei bajnokságba. Az olimpiai bajnoknak a szintet tartani az már nagyon nehéz feladat, és rendkívül összetett és bonyolult szakmai kérdéseket vethet föl, és lehet, hogy az úriember, akit én nem ismerek, nagyon szimpatikus valaki civilben, de hogy edzőként hát lesznek gondok, azt merném fogadni. Hát ugye a Kovács Katiról a harmadik emberként annyit mondani csak, hogy ugye kibújt a beszélgetésből, és hát azt hitte, akkor nem fog semmit írni, a többet évelet, mert írtam egy markáns dolgozatot. Hangsúlyom, elején és a végén is megdíszítettem, és további sikereket kívántam, és gratuláltam a pályafutásához, de közben se dolgokba huncut dolgokat írtam meg, ugye ott van Fábiánné Rozsnyai Katalinnal, várat egy kézzel, teljes bizalom, minden, stb. És innen kezdődtek a gondok, hogy ő elég furcsán lelépett a Fábiánné Rozsnyai Katalin mellől, aki 1995-től kezdve 2008-ig, tehát 13 évig faragta és csinálta az ő eredményét, mint edző, és Fábiánné mindig elismerte Kovács Katinak az abszolút nagyságát és a versenyző erényét, tehát arról sem ment szó, hogy sok éves
háború volt köztük, de valami megfontolásból erről nem akarok nyilatkozni, mert ez már abban a kategóriában tartozik. Ez már kulisszák mögötti történet. Igen, úgyhogy... Ehhez el kell olvasni a könyvet. Igen, oda se lesz belehívott, nincs valami, amiről szó van ott, az annál melegebb dolog, amiről nem lehet nyilatkozni, de mindenki tudja, miről szól a történet, amire ott hagyta 2008-ban a Fábián Nét hip-hop napokon belül gyakorlatilag. És utána ezt a két fiatal hölgyet is felbíztatta a Kovács, a Szabó Gabit és a Kozák Danut, tehát azok is két nap után mentek Szegedre. Ez egy hosszú és kétes értékű történet. Ez nem tartozik a Magyar Kajaksport dicsőséges napjai közé. Tehát a Kovács Kati kiprovokált azt, hogy leírjak itt egy szubjektív, de eléggé tényeken alapuló kis összefoglalást az ő huncutságairól. Amikor ott hagyta Fábiánét, az le van írva, az nem volt egy hadcsillagos megoldás. És akkor még a Fazekas Krisztinát is megemlítve, aki tehát előkerült Amerikába, és lett a válogatón jó otthon második, és ezzel egyszerűen kihagyhatatlan lett az előzetesen lefixált válogatási elvek alapján a négyesből. És valószínűleg meg is állt a hétbe, végülis a négyesből jó volt a hátulsó ember, a úgynevezett toló ember, és hát a négyes meg megnyert a olimpiai bajnokságot, és hát én örülök, hogy ott lehettem végül, és szemben fotózhattam őket a győzelmi emelvényen. Ez nekem egyébként már az ötödik olimpián volt, és azt talán elmondhatom egy mondatban, hogy mindig akreditált voltam, de mindig én fizettem a saját költséget. Úgyhogy ilyen magyar újságíró nincs, ez biztos, ez 100%. Egyébként most itt tényleg több olyan dolgot mondott, amiben kiderül, hogy jól ír, elfogadják, nemzetközi sikereket is ért el, és Magyarországon miért nem sikerül akkor olyan típusú gyökér eresztésre, ami miatt akreditált tanulja, de saját költségeket, hiszen rengeteg újságíró. Hát ez jó, hosszú mese volna, hogy még évfél tudni kerül. Színesen. De tényleg, a habitusa olyan, az írásai olyanok, az emberi kapcsolatai olyanok, mert itt közben magát ostorozza, tehát van valami, ami jó, a végtermék, amit mindenki elismer. Nem vagyok egy olyan abszolút kollektív ember, tehát mindig azt mondják, hogy magányos farkas vagyok, pedig elég kellemes modorom tud lenni, és talán humoros is vagyok. Na várjál, megkérdezzük egy pillanat, Takács Tibor. Tibikém, te hoztad. Igen. Azt, hogy elég kellemes módra tud lenni. Nézd, mi na, így, közöttünk, igen, közöttünk soha nem de volt mi lehet vita. Az oka ennek? Na most akkor nagyon őszinte vagyok, azt sem állom, ha kivágják utána. Nem vágjuk ki. Nem hát vágják ki. Következő, a 60-as, 70-es év Magyarországon abszolút protekcionista terület volt az újságírás. Nagyon kevés lap volt egyrészt, másrészt pedig nagyon nehéz volt ennek megfelelően bekerülni. Na most én nekem senki nem volt, apám egy sima vegyészmérnök volt, anyám tanítónő, laktunk Kispesten, semmiféle ilyen jellegű kapcsolatunk nem volt. Én ezt a tök nulláról idézve, hogy mondják, pestesen kezdtem, és ma se szégyen, hogy nekem ekkor utat kellett megjárni. De voltak olyan emberek, akiknek már 15-16 éves korukban a székük volt a nemzeti sportban, például apuka betelefonált, és ott ültek, és hiába nem volt még neki érettsége sem, holott papíron, mai napig is az van, hogy mindenkinek egyetemi főiskolai végzettsége kell legyen az újságíró pályán, ma sincs egyébként. De nekem, mikor megvolt egyetemi végzettségem, és beadtam négy ilyen vastag füzetet pályázat útján a Hillaköd vállalathoz, amit ott lebontottak ott a Lavalúza téren, csináltak egy hasonlót helyette, az üzemi lapokhoz, amelyek hivatalosan negyedosztályú kategóriája volt a besorolásban, akkor négy napi gondolkodás után vettek föl, mikor minden feltételem megvolt, mert nekem nem volt más telefon vagy hátország. Csak azt nézték először, amikor egy pályázatot meghirdettek, vagy egy állást, hogy kinek van hátszele? És hogyha annak nem is hirdette be, az csak bekerült. De csak bekerült. Persze, ez ilyen, most nagyon őszinte voltam, és örülnék, ha ezt elfogadnák, ez így volt. És ezért nem neveztek senkire, ez a történelmi háttér. Nekem nem olyan családban születtem, ahol már a nagypapa is újságíró lett volna, és akkor is beszólt majd, Fricikém, vagy Zolikám, vagy Józsikám, jön az unokám, és istápoljátok. És akkor az egész másképp ment a dolog. De így legalább meg kellett küzdenem, és azt mondom, ma már azt mondom, hogy ez jó, hogy így volt. Akkor nagyon rossz esett, hogy mindenhol 6-szor vagy 12-szer neki kellett futni, mert így legalább kidolgoztam magamba ezt, hogy van-e bennem annyi kitartás, mint némi tehetség és annál több szorgalom, vagy nincs. Hát ez valószínű volt, mert nem kerültem volna oda. Így van, Karcsi, az egyik könyvnek a címe éppen, hogy siker vagy kudarc. Na, akkor vegyük akkor ezt elő, és nézzük, akkor... Nem a könyv... Nem, ettől függetlenül, jó, mert vegyük azért elő, de most én a Karcsi vonatkozásában mondom, hogy gyakorlatilag ugye elmondta, hogy milyen veszőfutásokon kellett keresztül mennie, de végül is azt, hogy ezeket a termékeket, amelyek tartalmilag, formailag, ugye külső megjelenésében elegáns
és hihetetlen értékes anyagot tartalmaznak, akkor azt tudom mondani, hogy bármin mentél keresztül, hogy ez egy akadályfutás, de gyakorlatilag sikernek minősíthető, hiszen a végtermék itt van, csak a győzelmet nem kell megmagyarázni, mint a sportban. Úgyhogy gratulálunk mindahhoz, hát, köszönöm amit szépen megtettél, és ahogy elmondtad, ebben túlmenő, tehát a sporton túlmenő interjúk vannak. Hát tehát nem azt veszed csak, hogy na most akkor hogy érkezett el valaki a sikerhez. Mondjuk egy siker egy olimpiai aranyérem, mást is sikernek tartok, egy olimpiai aranyérem mégis a csúcs. De egy kicsit, ahogy most az előbbi percekben elmondtad, egy kicsit megnézted azt, hogy ennek a sikernek az elérése, vagy adott esetben, hogyha nem következett be a siker, a kudarcnak a megélése, az minek a következménye lehetett? Elmondtad most ugye a kajakos hölgyeknek a történetét. Ugye sok minden más sportágban is voltak dolgok. Nem tudom, hogy például Varga Zolival készítettél-e interjút. Pont vele nem. De Albert Flóriva, igen. Hát mondjuk ő nem volt aranyérmes. A bronzérmeseknél ott is van a hátlapján a Flóri. Igen. De a Varga Zolinál például az volt, hogy ő lehetett volna, itt van éppen a hátlapon, igen, a bronzérmeseknél. Albert Flóri, lehetett volna aranyérmes, ha nem túl jó játékos, és nem került volna be az akkori szabályok szerint, aki világbajnok volt abban az időszakban, nem indulhatott a következő olimpián, kb. Lett volna olimpiai bajnok. Varga Zolinál pedig az volt, hogy lehetett volna kétszeres olimpiai bajnok, hogyha Mexikóban nem megy ki. Nem idő előtt megy el. Pontosan, amikor kiosztották az aranyérmet, akkor elmehetett volna. Vagy például, ha ott lettél volna akkor Annus Adriánnál, amíg még az nyakába lógott az aranyérem, és elkészítetted volna az interjút. Én ott voltam Annus Adrián versenyén. És elkészítetted? Nem készítettem, nem. Én egyből éreztem, hogy gáz van, ahogy mondják. Akkor nem készítetted. De miből lehetett érezni? Megmondom őszintén, ott voltam a... Eljátszották a himnuszt is neki. Bocsánat, a fazekastak nem. A sajtótájékoztatón én ott voltam, ahol az Annus Adriánról vagy olyan képen, az sajnos most nincs itten, amin teljesen látható, hogy az ember mindent érez, csak nem örömet, és ott hatalmas zavarok lehetnek benne. Abszolút elbizonyított valaki, hogy nézett, így oldalt lefékezte, azt a képet megmutatnám, többet senki nem kérdezi, hogy miből gondolt, hogy van, hogy baj van. Ez két napban ki is derült. Ott voltam a szobában, amikor a edzője, a Vida Jóska, József nyilatkozott, mint kétszeres olimpiai bajnok edző, akkor még a fazekas nem volt megdőlve, órákon belül dőlt meg. Neki már nem játszottak el a himnuszt. Igen, de a lényeg az, hogy még akkor az edző úgy nyilatkozott, és én ott álltam mellett, és akkor is tudtam, hogy itt valami probléma van. Ott voltam a szobában, benne a házban. És másfél alatt derült ki, már is tűntek, és autó, mint az őrült hajtottak keresztül Görögországon, haza Magyarországra, amit ma se tudok elfogadni és megérteni, hogy ha egyszer produkálják egy vizeletet, akkor nem lehet oda kibújni, és utána évekig járni bíróságra, hogy nekem igazolni, csak éppen nem adtam vizelet mintát, mikor kértek, hogy közbe adjak mintát. Erről lehet reggelig beszélni, sok minden másod, de azt meg szeretném említeni, hogy Tibor nagyon kedves volt, és méltatta itt az én ebből a szempontból abszolút magányos törekvéseimet, de el kell mondanom, hogy támogatásban részesültem néhány ember részéről, így külön megemlíteném a Hencsei Pál urat, aki a szakrektora volt a 4-ből 3 könyvnek, és hát azt hiszem, hogy minimálisan csökkentette a benne előforduló hibáknak a számát. És hát az olimpiai bizottságot is meg kell említenem, mert az olimpiai bizottság mind a 4 könyvet valamilyen szinten támogatta, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Pedig az első alkalom, amikor beküldtem egy tervezetet az utcáról, senkivel nem volt ott semmilyen kapcsolat, 2003 tavaszán, amikor elhatároztam, hogy meg fogják az első könyvet írni, és akkor jött a válasz, hogy kedves Karcsi, az ötlet nagyon jó, erkölcsi támogatás van, anyagi támogatás nincs. Én nem is kértem, csak ez így írták, és a MOB meg fog venni 25 példányt a könyvből, hogyha megjelenik. Na most hát a MOB-nak a véleménye valószínűleg erősen pozitív irányba változott, mert ez a könyv végül is, ez a könyv megjelent, és ebből a MOB több mint 600 példát megvette a következő 2 év során, tehát akkor ez valószínű, De ez egy hihetetlen nagy elismerés akkor viszont. Hát persze, ugye, 600 példát megvenni az egyébként ma már az is nagy dolog, hogy az ember kap egy erkölcsi támogatást, mert azzal legalább el lehet menni házalni, hogyha ott van a papír. Hát főleg a díszes papírra adják, igen, és pecsét marad el 3 rajta, jó fejlész, igen. Igen, hát aztán ugye apránként az ember azért
okosodott és jó értelmével kirafinálódott idézőben, nem tudok jobb szót mondani. Tehát a könyvcsinálása van rengeteg rejtelme, ami buktató is, meg amit kikerül az ember, akkor nyer időt, pénzt, és főleg fáradtságot rajta, de főleg fáradtság, mert ez hihetetlen nagy munka volt az is, és ott túlméreteztem a könyvet, az első könyvet, mert ott olyanokat is bevettem, akik nem olimpiai bajnokok, mert mindenkinek akartam kedvezni. Azt hittem, ezt a fél országot írom. Ugye benne voltak a téli olimpiáról a Legőci Sallai páros, akkor a sakkolimpiákról a sakkolimpiákról, akik nyertek olimpiát, akkor a legsikeresebb magyar edzők, mert azért egy válogatott csapatot vezetni azért az nem egy leányállam, akárki mond. A Mocsai Lajosról tudnék beszélgetni külön egy órát bárkivel, érdekesen is, és pró és kontra, tehát nem csak a hízeg és ordáról, de egy pozitív ember, ez kétségtelenség, legeredményesebb magyar válogatott. Ez attól függetlenül a Sydney olimpiával és a 2003-as világbajnoksággal nem egészen érteket, amikor az elvesztett aranyérmekről szólni kellene, akkor talán egy árnyalta több önkritikát a Mocsai Lajos úr is elengedhetett volna, mert azért ottan Sydneyben 6 gólos előny ment egy pillanatok alatt el, és hát a zágrávi meccs pedig saknyelven szó, a pozíciósan végignyerve volt, utolsó 5 percben sikerült elveszteni. Ebben az edzőnek lehet, hogy csak ennyi, de valami köze van, és ezt el kéne vállalni, és ezt én szembe is megmondtam neki, és ezt nem is vette jól, én pedig ezt most is fenntartom, hogy ennyi köze biztos van hozzá, hogy a csapat akármilyen jó vagy rosszul játszik, hogy én hogy irányítom, hogy nem irányítom, hogy próbálom befolyásolni. Hát valami hibát én is elkövetettem. Nagyon nehéz, mert a másodpercek tört része alatt kell adott esetben valami fölött dönteni, és iszonyatos nagy a felelőssége. Na most, ha valaki, ugye csak a győzelmet nem kell megmagyarázni, egyébként lehet sok mindent mondani, de ha megvan a siker, akkor most senki az égvilágon egyetlen egy szóval nem kritizálhatta volna, még akkor is, ha esetleg hibát követett volna el, vagy szakmai hibát. Ha van, akkor nyilván megoszlanak a vélemények, akkor lehet kritizálni. Ilyen az élet. Ez nem csak a sportban, ez mindenhol. Ez a politikában. Benne van a vitelemében. Egyébként érdekes, hogy ugye pont most beszélgettünk ezekről a könyvekről, ezekről a sportolókról, és egy ilyen kis összegzés, és ugye most kedd este van, és 2 nap múlva lesz a Sportcsillagok gálája, amiről az előző héten beszélgettünk, ugye, és ez egy összegzése újságírói szempontból, illetve nézői szempontból a sportolók megítélésének, ez a legnagyobb gála. És itt nézem végig ugye a régebbi könyveket, a mostaniakat is, az elkészült riportok alapján, ugye rengeteget emlegettük Egerszegi Krisztinát, Kovács Katit, tehát ilyen hihetetlen személyiségeket, Borkai Zsolt itt van még egészen fiatalon, ugye, amikor a versenygyakorlatát mutatta be, és azóta nagyon sok minden eltelt, nagyon sok idő, és sokat változtak ezek az emberek. De valahogy a sportolók mindig megmaradnak példaképnek. És sok személyiség szerepelt a 8 évvel ezelőtti könyvben is, meg a mostaniban is. Az egyikben szerepel, mint harmadik, a másikban szerepel, mint első. Mennyit változott a személyiségük a beszélgetések kapcsán, az életről alkotott képük, illetve arra lennék még kíváncsi ezen túlmenően, hogy ezek a beszélgetések mire vannak kihegyezve. Mert azért minden egyes riport kapcsán ugye az ember elkezdi, és aztán látja, hogy melyik az a vonal, amire fölépíti aztán a további kérdéseit. Mert van ott, ahol való bezár valaki, van egy vonal, ami mentén meg tudja nyitni a beszélgető társát, és onnantól kezdve gyakorlatilag szabad az út. Igen, hát nem akarom magam gyóntató papnak minősíteni, de mindesetre ez egy célra törő beszélgetés kell legyen törvényszerűen, tehát nem lehet csak úgy beszélgetnünk a Fradiról, milyen jól játszottak a fiúk, és akkor bekapunk egy nagy málnát közben, és megbeszéljük az életért. Akkor nem a Flórival beszélgetünk. Hát ő inkább Fröccsi szerette, jó emlékszem. De jobban is játszott, mint a mostaniak. Akik nagy málnát isznak. Szóval a lényeg az, hogy most különösen annak idején a 2003-as könyv például sokkal könnyebb volt, ez egy tanulságos dolog, hogy nem volt olimpiai év. Akkor az egy üres járat idézőbe, akkor mindenkivel könnyen meg tudtam alkudni, hogy pedig sokkal kevésbé ismertek, most sem vagyok egy sztár, csak egy fokkal jobban ismert, mint akkor. A holt időben mindenkivel könnyen volt megbeszélni. Hát a Zsivoszki Gyula, a Dömötör Zoltán úr, aki egy abszolút nagy ember az én szemben, mert
gondolatjel. Tokióban hiába ő dobta azt a bizonyos ötödik gólt, amit a Szepesi Gyuri bácsi 600 fő, meg 6000 személyeket a rágyóval. A Demeter Zoltán úr, én csak Zolit, mert sajnos közel vagyunk korba, minden alkalommal elmondja, az én gólom nem ért volna semmit, ha az Ambrus Miki, aki másik olimpiai bajnok, nem védi ki a lakói szovjet válogatott, az utolsó támadási kísérletét hatalmas gólom. Háta mögül szedte ki. Igen, gondolatja bezárva, tehát a Zsivolszki, a Dömötör és a Nagy László, a újpesti futballista, eljöttek a lakás, amikor a nagy kampányba egy kicsit megbetegedtem, és a szoba túlsó sarkán leütöttem őket egy forgó fotel, ami féltem, hogy össze fog dőlni, mert 100 kilós emberek voltak a focistát leszámítva. és a lényeg az, hogy odajöttek és segítőkészek voltak mindenki. Most az olimpia idején egészen másképp kellett hozzáállni, mert ugye 2003-as, ott van Zsivolt, igen. 2003-as könyvben, aki szerepeltek, aki sajnos eltávolodott, átkerült az eltávolodott bajnokok rovatba, aki nem, aki él továbbra is, azt mindenkit igyekeztem megkeresni, és sokkal nehezebb volt, mert mindenki azt mondta, olimpia után nyilatkozom csak, tehát még a régi bajnok is. Megvárták Londont, miről van szó? Egész más lett volna hangulat, ha két aranyérem van, vagy most lett 8. Igazuk volt. Úgyhogy, valahol. Úgyhogy gyakorlatilag szeptember elején tudtam elkezdeni igazából mozogni, hogy a nyaralás, befejezés, stb. Volt rá nagyon szűk két hónap, és mindenkit a régiekkel is, vagy 70 embert végkett telefonálgatni, vagy személyes elérnik itt, hogyan. Plusz a londoniakra, hát az egy külön futóverseny volt, arról tudnék megint mesélni rengeteg, de azért kettőt elmondanék. A Szilágyi Áron az annyira kimerült ettől a támadás sorozattól, hogy leadta a telefonját a MOL egy hölgynek, mert ő a MOL csoportnak a támogatottja, és ott egy hölgyel kellett intézkedni és alkudni és agitálni, hogy legyen szed soroljon be engem, ne az iskolák vigyék el, csak a Szilágyát, mert mégis egy könyvben szeretnék írni. És két héti kőkemény küzdelem volt, még végre tudtam egy dátumot kapni. Kettő héti ment a küzdelem, utána még egy lemondás történt, mert el kellett sorolni Kaposvárra, mert oda vezényelték, úgyhogy aztán utolsó utáni napon tudtunk a Vasas-Pasaréti úti pályán leülni és beszélgetni. Vagy a Berki Krisztián meg is mondta nekem, hogy ha nem a szövetség a legjobb értelemben kényszeríti, tehát presszionálja, hogy Krisztián, gyere be a szövetség, itt lesz egy interjú, akkor lehet nem is érek oda, mert az is mint a bambusz dobára a cirkuszban, el volt teljesen foglalva a programokkal, és ezt nagyon kellemesen beszélgetünk mind a két úriembere, ezekre sokkal jobban rá kellett készülni, ide akarok kiukadni, szóval 30-40 kérdésen mentem, és aztán ott derült ki a helyszínen, hogy abban a 30-40-ben mennyi kerül játékba, mert a régebbi szituációban bármikor nem volt ilyen gond, elkezdtük beszélgetni, és akár készületlenül is tudtam, hogy illetően meg a sportágáról, hogy bele tudtunk menni olyan csatornám, hogy aztán kialakult a fővezérfonal. De itt nem lehetett ezt megkockázni, úgyhogy lövöldöztem itt egy 10 perc nedorán keresztül 15 kérdést, és ha nem vált be, akkor 16-at, és akkor valahol azt mégis kikötöttük, és akkor éreztem, hogy ott van egy gyengébb pont. Most nagyon érdekes a dolog, mert a Nagy Laci, aki szóba került előbb, aki a lakáson jött, mikor beteg voltam, most is fel kell frissíteni az anyagot. Nyilatkozta a Lánchíd rádióval, tehát nem impresszionáltam, hogy ő valahogy úgy érzi, hogy a Karcsiak nagyon szívesen tud nyilatkozni, és úgy tud kérdezni, mint talán mások nem, másképpen, nem abszolút jobban, csak másképpen, de úgy érzi, hogy ő is jobban megnyílik, mint esetleg Kis Bélák vagy Nagy Jóskán nyilatkozott volna, és ezt ő nagyon értékel, és azért gondolja, hogy ezek a könyvek azért sikerültek, mert valami ráérzésem van, hogy kit hogy kell megpróbálni impulzálni, tehát nem csak mindig a szabványutakon járni, hanem olykor esetleg váratlan kérdése hába támad az illetőt, és akkor zavarba, és akkor egész más irányt vesz a beszélgetés, és akkor kisülnek olyan dolgok, amit talán máskor soha nem volt el. Ez nem mondom, hogy minden irányban így van, de nagyon sok elé fordult, hogy egy-két olyan passzus van, amit máshol még nem mondtak el, mert éppen ott jutott eszükbe, vagy ott sikerült egy gyenge pontra rá menni, aminek kapcsán aztán megnyíltak az illetők. És akkor visszatérve a kérdés első felére, hogy mennyit változtak az emberek? Tehát akikvel 8 évvel, 12 évvel ezelőtt készítette a beszélgetéseket, mennyit változtak? Hát van, aki változott, van, aki nem változott. Egészen Krisztinát nehéz volt akkor is elérni, most is nehéz volt elérni. Úgyhogy tulajdonképpen most csak áttételesen beszéltünk, mert de ő egy zárkodott ember, tudomásul kell venni. Van, aki 9 év alatt rengeteg beszélgetett velem, stb. Akkor az egészen más volt, könnyedebb volt, lazán volt. Az újakkal volt a gond, mert ez a beszélőtöttség, ez rettenetes volt az időben. Hát igen.
Ha ez tavasszal jelent meg a könyv, de azért karácsonyért mindig jobban érdekli az embereket, mert ajándékozgatják. Ugye februárban nem szokott könyvet venni, csak elvétve. Tizedére visszaesik a könyvesboltokba és a forgalom. Ez pedig nincs is a könyvesboltban, úgyhogy ezt csak én terjesztem, tehát ezt most tudom csak ebben a kampány időszakban, hogy mondják, ugye Fikulás, karácsony, ajándékozásnak a főszalonja kiosztani. De a lényeg az, hogy az estek többségében most is találkoztam pozitív hozzáállással, és hát az idő múlása azért mindenki azért több oldalvá válik. A beszédkészségtől kezdve a tematikus fölvételezettség, a baráti kapcsolat, ez mind sokat számít, úgyhogy ha már engem magányos farkasra tartanak, valójában nem vagyok az, mert azért mindenkivel szoktok váltani. 7 éve szabadlábon védekezem, ahogy szoktam mondani. Egyébként ezek a megbeszélések, ugye most egészen máshogy hívják, egy picit kitekintek az élet más területére, és kezdőpedagógus koromban volt egy iskola, ahol tanítottam, és minden áldott nap volt minimum másfél óra értekezlet tanítás után. Ahelyett, hogy tudtunk volna dolgozatot javítani, készíteni a másik napra, de ahol kardinális kérdés volt, hogy az osztályok összeadott pénzből veszik-e meg a söprűt, vagy nem, tehát ilyen hihetetlen nagy kérdések dőltek el, de csak azért, hogy minden nap legyen értekezlet. Igen, ebből biztos, hogy a negyed óra lett volna, akkor sokkal előtt van is elég. Hogyha... De hetenként egyszer is elég egy rövid célra törő megbeszélés, és a főcsapás irányok kívánnak. Hát évvel ezelőtt volt a szabad nép fél óra, ugye azzal kezdődött mindig a gyárakban a munka. Ja, igen. Hát igen. Szabad nép fél óra szelet dolgozni. Én magamat. Várjál, de ott egyetlen egy jó dolog volt, hogy kötelező sporttal kellett kezdeni abban az időszakban. Igen. Törzsdöntés előtt. Nem mozogtak. Ne, az anyujék, azok azt hiszem, hogy a könnyűipari minisztériumnak a sajtóosztályán dolgozott, és reggelenként kosarazni kellett. Biztos, hogy jobbat tesz. Nekem az orvos azt tanácsolta a mai napig is, akivel konzultálták dolgaimról, hogy óránként tájfős 5-10 percet mozogjak, akármit csinálok, ha csak sétálok a lakásban, akkor is. De van nekem egy evező padom, ahol én azért valami sportolgatok ma is, ugye most kész a lábam, de 5-ször indultam már az országos bajnokságon, és ha összeszedem, akkor február végén megint elindulok. Úgyhogy valami kapcsolatom a sport, és másképpen állok hozzá, mintha csak abszolút utcai sétáló emberként kezdtem volna írni neked a dolgokat. Elszalad lassan az időnk. Én mindig kíváncsi vagyok a statisztikákra, illetve a legekre az egészből. De közben mielőtt még a szegény Karesz fölkészül arra, hogy ezekre választ adjon nyugodtan, szúrt közben a kérdésedet, mert nem hagytalak megszólalni most. Ja, nem csak ugye azzal vezettük föl, hogy büszkeségből is, és hát jogosan vagy büszke rá, hogy ebben az öltözékben jöttél el. Ennek történelme van. Igen, mert az elején csak mondta, hogy kim voltam. Az akkornak is, a nyakkendőnek is, és hát ez visszanyúlik 2006-ra. Ugye? Hát ha röviden mondhatom, Zsivocki Gyulát nagyon meg szeretném utólag is köszönni neki, már sajnos nem, személyes nem tehetem, de megtettem, amikor élt. Első tartalék voltam ezen a bizonyos Melbourne-i úton, és Kertész Aliz, akit személyesen is ismerek, a fényképe benne van a könyvbe, visszalépett családjogokat, és akkor kerültem be a Zsivocki Gyula, mondta, hogy legyen, akkor most induljál. És akkor persze ennek anyagi vonatai voltak, a teljes út 610 ezer forintba került, nekem az abszolút elképzelhetetlen volt. Fölhívtam Melbourne-be Hódi Lászlóra, aki Európa bajnok kosárlabdázó, és mondta neki, drága Hódi úr, én egy szerény sorsú magyar újságíró, sosem mondom, hogy szegény, szerény, szerényen is élek, és szeretném, hogyha engem egy magyar családnál elhelyezne, minél olcsóban, de lehetőleg ingyen. Ezt szó szerint mondtam, és ez akkora nevetés váltott ki, azt mondta, öregem, egy órán belül hívjál vissza, és el van intézve, és vissza is hívtam, és négyen vártak a repülőtéren, két házas pár. Beült egy akkora autó, mint egy nagy Mercedes, egy Hyundai-val. A lényeg az, hogy adott és nagyon kapcsolatban vagyunk, és ez a történet, de én ezt megvetném, és erre idézően büszke vagyok, ez kemény 56 ezer forint. És ez volt a küldöttségnek és a bizottságnak. Szerelése. És az, hogy 20 órán keresztül ültünk a repülőn, és ugye mindenki ebben az öltözékben. És kibírtuk, volt, és ma és még ugye tiszteletben tartottuk a hagyományokat, és 20 órán keresztül lesevettük ezt az akkót, így van? Nem is vettük le, ez így is volt. És anyagkendős rajta volt. Nagyon jó volt, hogy a lényeg az, hogy ez így történt. Bécsbe felszálltunk, és Melbourne-be leszálltunk. Szóba hoznék még egy kuriózás leget. A dr. Tarit Sándor urat, aki a legidősebb magyar olimpiai bajnok, és már világon is legidősebb, 99-es volt szeptember 23-án, benne szerepel szinti mind a két könyvbe. Ott is volt Pekingbe, külön örülök, hogy apámmal egy napon születtek, az én néha apámmal. És a lényeg az, hogy ővel a kétszeres olimpián megismerkedtem, és nagyon rövid és kuriózás történet. Itthon a kongresszusi csarnokban először lépett hivatalosan Polondra, addig ő egy tiltott ember volt, ugye mit tudom, kivándorolt, ez az, ha már 43-ban jelent, de nem vették jól. A lényeg az, hogy
leütöttek az embereket a kerek asztalokat, és bejött Gönc Árpi bácsi, óriási taxival, 68 fotós villogott, stb. Stb. Tanics Sándort is felállították, hivatalos akkor mutatták be, hogy ő rehabilitálva lett. Fotósok, mindenki kimentük, Árpi bácsi elment, én meg mondta, oda ment a sötét hozzám, mester, kicsit lenne szeres odébb ülni, ott ült mellette az egy szem kék ruhájában Csáki vagy a néni, aki akkor a másik igeidős olimpiai bajnok volt, és mellé ült, és szemből lefékezte a tök sötétbe, és az a kép csak nekem van meg Magyarországon, és mind a kettőt dedikálva is van. Úgyhogy ez abszolút különös, nem is egy képen van, úgyhogy ezt őrzöm, az unokák kapnak ajándékba belőle, hogyha majd olyan nagyok lesznek, majd tudják értékelni ezeket a dolgokat. Na, akkor a legekre térjünk el. Tehát a legnehezebben, illetve nem lehet rábírni, Kovács Katit. Hát, ezt már megbeszéltük. Volt más, igen. De... volt más is. Ki a Székely volt a... meg a Dani Tamás sem nyilatkozott az első könyvben, de én rá sem harasztom, le is írt a bevezetőmbe. Nem nyilatkoznak, nem nyilatkoznak. Hát a szuvenír jogokat másképp a Magyar Olimpiai Mozgalom szerintem ebbe is erősíti valaki, hogyha megnyilván egy ilyen könyvbe, mert az olimpiai mozgalmat akarja minden szempontból, hogy mondjam, tartósítani, és a dicsőséget és az örömöket hosszú távra az emberek kezébe adni, és indukálni az újabb sikereket. Talán fiatalok elolvassák, lehet, hogy ők merítenek erőt, hogy ők is élsportok legyenek. Ők a sportdiplomácia nagykövetei, akik azt a célt szolgálják, hogy minél több fiatalt meg tudjanak mozgatni, ugye az ő hírnevüknél fogva, és hát ezáltal nem csak a sporttársadalom fejlődik, hanem az egész magyar nemzet. Illetve hát minden országban az a nemzet, akinek a tegnap sikereit... Tegnap történt, a Diásport Szövetség volt az évzárója, most nem tudom, az adást nem számítva, a parlamentbe megmutatna egy hölgynek, Oroszi Zsuzsa, a Pest-megyei sporthivatalnak a sportreferense, vagy a önkormányzati sportreferense, egyből kétből a 32-t is kiosztotta már a megfelelő embereknek, akik a sportban megint csak ott van valamilyen szinten társadalmi és egyéb munkákat végeznek, és már viszik és mutogatják, osztják a fiatalnak. Szóval hát igen, ennek, mert egyedülálló a maga egy hivatásos olimpiai propaganda, úgy tetszik, igen. És én ebben küldetés is látok az én szerint lehetőségem belül, és meggyőzésem, hogy ez hiánypótló, és hasonló sincs, mert 108 olimpiai bajnok nyilván meg ebben a legújabb könyvben. Hát én örülnék, ha ez a Magyar Olimpiai Mozgalomnak, ha csak egy hajszányt is segíten a népszerűsítésben, az eredmények propagálásában, akkor nem hiába csináltam. Ez biztos, meg. Ez így volt. Hát annak idején Kabos Gyulát idézem, ugye, amikor mondta, hogy a kultúrát támogatni kell. Na most a sport az a kultúrának egy része. A sport és a kultúra az elválaszthatatlan egymástól, tehát nyilvánvalóan, hogy támogatni kell. És ezt én nagy örömmel tettem, és teszem, ameddig lehetőségem van, ha már a feleség mindig el akar válni, hogy egy ilyen könyv szóba kerül, mert ez egy abszolút anyagi bukfensz, mert minden... Hányszor fogsz még minden hitelre válasz küszöbén állni? Nem tudom, meddig alkotsz? Nem kizárt az utolsó könyv, mert a tiltás nagyon komoly, és nem akarom a... Hát eddig az utolsó, a mai napig az utolsó könyv, de remélem, hogy utána... De soha nem mondta, hogy soha ugye van ezt egy ilyen mondás. Ezt meg kéne felsenekevő búlni, és hát jogos az ő aggodalom, mert ez egy óriási anyagi vérblivel megy az egész. Hát úgyhogy... Kemény Dénes is neki ment a negyedik olimpiájának, amikor az három azért megnyert. Neki nem volt anyagi kockázata ebbe. Térjünk vissza, mert hogyha fölcsigázzuk a nézők érdeklődését, akkor lehet, hogy ezek a dolgok megoldódnak. Ja, bocsánat, elnézést. Nem, csak tényleg arra vagyok kíváncsi, kicsit. Még itt, és ahogy mondtam, hogy a legekről. Azt nem akarom megkérdezni, ki volt a legszimpatikusabb, vagy ki, mert ugye a nézők már amúgy is, de nyugodtan el lehet mondani, sokan voltak. Sokan tehát általában, ugye hogy ezek a gyerekek, vagy ezek a fiatal emberek, vagy érettebb sportolók, akik a lelküket kiteszik a győzelemért, azért meg próbálják emberileg is odarakni magukat. Hát az idősebbek közül is említhetnék, én többször beszéltem Papp Lacival, Papp Lászlóra, aki ugye elég hamar eltávozott, de még előtte a évtizedben is ismertem, rendkívül szimpatikus, korrekt valaki volt. És szerény maradt. És szerény, és a végtelenség szerény, mert lett volna mire rázza a rongyot, hogy mondják. És soha nem mondta ki annak az ember a nevét, aki megakadályozta, hogy Amerikában profi világbajnoki címén mehessen, én sem mondom. De így benne van, a könyvben nincsen benne? Tessék? A könyvben benne, könyvben benne van. Helyes. Aki érdekel, elolvassa. De lényeg az, hogy rendkívül korrekt és kőkemény, egy sziklaszilárd egyenes úriember volt.
Aztán a fiatalok közül inkább azokról írtam szívesen, akik vagy annyira szerények voltak, vagy annyira együtt éreztem velük, például Gütler Karcsa, aki ennyivel vesztette el a számjöteres mellúszásnak a döntét, szóval én is véletlen szerencsés módon ott voltam, és csak átlunk és bámultunk írt a villanyújtság, másik Gütler, ennyivel, hát az valami tragédia. Ő egyébként kiszámolta a könyvbe, benne is van a Siker vagy Kudarc című könyvbe, hogy ezen körülbelül csak az olimpiai járulék a 20 millió forintot vesztett. Igen. 60 éves korában számolja. És század másodperc. Egy század másodperc, a legkevesebb, amit el lehet mérni, vagy le lehet mérni. Aztán lehetné itt az ötösáldottok, tehát a Balcó van egy külön kategória, ugye ki van egyfajta hitvallása a könyv, mind a kettő van, hogy már egészen más, nem egy szabály ember gondolkodás módja, hogy ő az életről gondolkodik és amit hirdet. Én azt is mindenkit tisztelet böcsülök, őt különösen szimpatizálok vele, mert már 77-es filmjénél, a küldetésnél ott voltam, és engem majdnem kirúgtak az állásom, majd Csepel írtam egy ekkora kis dolgozatot, és hát hajszálhián repültem. De dicsérte szólva az akkori pártitkárnak ezt lenyelte, ordított egy fél óra, és te lenyelte, és utána kiküldött engem Isztambulba három hónapra. Úgyhogy szóval ez egy korrekt pali volt. Tehát ha valaki ilyen alapon politizál, akkor azt én elfogadom akármilyen pártot képvisel, hogyha korrekt valahol. Először a párt dühét kiadta, az akkori pártitkár Ernst Antalnak hívták, gratuláltam is neki, egy pár hónapja találkoztam Csepel 81-2 éves korában, hogy milyen korrekt volt velem, megköszöntem, és nagyon jót beszélgettünk. Tehát ez rendben, de hát azért ez nem mindig így működik a politikával, ezt már mindannyian tudjuk. Na, térjünk csak vissza. Tehát a kérdés az most, a szimpatikus sportolók már szerepeltek. Kinek volt a legnehezebb a sorsa, akár a régebbiek közül, akár a mostaniak közül? Tehát aki a legnehezebben jutott el a csúcsig, a sikerig, vagy az úgynevezett kudarcig, a második, harmadik helyen? Hát a másik, talán megemlítek egy nevet, aki halálba is megérdemli, Mitro György, aki egy úszó volt, és Londonban ezekhez 48-ban úgy állt rajtkörre, hogy olimpiai győzelme esély, és aztán végül második lett, és lett még különböző helyezései. Érdekes, nem is hallottam a nevét. Hát igen, de hogy az a baj, hogy Nyíregyházán onnan származik, ahol megígérték neki 1949-ben, hogy díszpolgár lesz a városnak, a mai napig nem katolosban halálba se kap meg feltétlenül, pedig ma is megérdem, hogy poszthúsz, legalább a felesége örülne neki, hogy megvesik hány évek később, már kisebb előn számít, mint 60 évek később. Ez az úr például egy politikai víz, mert 20 éves korában rákényszerült befejezni a sportpályafutását, ami ma mindenki nevetne az utcán, hogy hol vezet a Sztálin út az állatkertbe, ezt elmesélte a sportutcán valakinek. És már éjszaka vitték is el, és útlevélbe is, 1963-ig nem kapott útlevet 49-től, kész vége a sportpályafutásnak. Szóval egy ilyen mondat. Egy ilyen mondat, hogy hova visz, mit gondolsz, hova visz a Sztálint, hova vezet a Sztálint, ezt elmesélte a sportuszodába ott a meleg vízbe. Hát hova vezet? Hát az állatkertbe. És ezért már végett a sportpályafutásnak. Hát ez szerintem egy abszolút emberi tragédia. 20 éves korában, aki még lehet, hogy lett volna a 300-as olimpiai bajnok például, kész. 63 útlevet csak kapott. Vagy a Dalnoki Jenő, nagyon jó példa, aki ugye annak idején kevesen álltak ellen az akkori budapesti honvéd vezetőinek, különféle tábornokoknak, akik rámutattak, hogy öreg, te fogsz holnap játszani a bal szélen, te a bal hátvédbe, stb. Dalnoki Jenő akkor egy fradista volt, hogy megtagadta ezt a megszólítást, és éjszaka így vitték el, 23 havig volt sorkatona, még ha néha edzése ki is járott, de 23 havig nem volt. Akkor utolsó idő valami jobb érzésű honvédtiszt, őrnagy, nem tudom, ki kimenekített onnan az utolsó, nem tudom, hány hónapból. 23 havig, mert nem volt hajlandó elmenni a budapesti honvédba. Ő egyébként benne szerepelt az 52-es olimpiai bajnok csapatban, ugyan a tartékok sorában, de nagyon rendkívül szimpatikus és kőkeny ember volt. Edzőként is a legsikeresebb, hogy ott van a Ferencvárosban, 8 évig volt edző. Igen úgyhogy, és így a pipáját, vagy pipás képekében nagyon jó egyébként. Szóval a lényeg az, hogy ilyen embereket szeretem, és ilyen emberekkel rendkívül módon tudtam azonosulni, és szimpatizálni, és együtt érezni a beszélgetés során, amikor másodszor voltam nála, és abszolút barátilag beszélgettünk. Óriási Petőfi gyűjtemény, vagyok, sokan fentik a fogukat rám, mai napig is mindent a gyűjteménynek a sorsa, de... Család őrzi. Őrzik, ugye? Igen. Hát nem tudom, addig fel körülni, az idők végtelenség, ez megint szuvenír jó, de sokan repülnének rá, hogy mondják pestiesen. Ritka korrekt, kőkeny pali, ez ilyeket szeretem, szóval én... És idén lett volna 80 éves. Csak egy nevet a fiatalok közül. Hogy ki szimpatikus? Nem. Hogy kinek volt a legnehezebb az útja a győzelemig? Húha, a győzelemig, hát a fiatalok, akkor nézem a fiatalokat.
Puskáznom kell talán, hogy drága elnézést kérek. De akkor annyira kirívó nincsen, mert azért a mostaniaknak... Ez a saját puskáznak. A lényeg az, hogy talán legváratlanabbnak mondanák ezt a Dombi Rudolf Kökény Roland páros, ez váratlan volt, és összeálltak ugye alig egy évvel ezelőtt, és a Kökény Roland többször abba akartan hagyni a kajakozást, és aztán szerencsésen volt odatévedt Margit szigetre az építők, sport, diák sportkörnek a versenyzője, az a Dombi Rudolf és a Szilárdi Katalin, ő kedves hölgy irányításával ugye megnyerték az olimpiát. Egy nagy meglepetés volt, azt merem mondani, hogy aztán Szilágyi Áron mennyire volt szerencsés, nem, azon alapon ő volt a toronyos a legjobb, biztos. A Berki Krisztián azért érdekes, mert ugye ötödik volt az előbb futamok során, és ez teljesen bizonyta volt, hogy ezt meg tudja emészteni, hogy összedől-e az egész ember, vagy éppen csak azért is talprát. Pont abban a pillanatban, pont akkor tudott teljesíteni, amikor kellett. Lőttem is ezerrel a fényképeket, ezerrel. De amikor az energiák, a pozitív energiák összeállnak, és itt azért nagyon sok, vagy sok millió ember energiája adódott össze, én szerintem Berki Krisztián gyakorlatánál. Nem tudom, hiszünk-e benne, hogy a távolról küldött energia is lehet energia. Biztos van ilyen is, egy ország áll mögötte, hogy ország áll mögötte, mert én erre emlékszem, hogy anyámmal sírtunk a tévé előtt, és úgy drukkoltunk, hogy minden meg. Szóval egyszerűen nem hiszem el, hogy ezek ne adnának erőt egy sportolóra. Muszáj még egy mondatot kérnem, ha lehet. A Gyurta Dannit is ide kell sorolni, mert ugye ő 2004-ben abszolút váratlan lett ezüstérmes Athénban, és utána totális hullámügybe került, úgyhogy a 2006-os Budapesti Európa-bajnokságon döntőbe se került, és hát edzőt akartak cseréltetni vele, és teljes fejenállás volt, és akkor ugye 17-es volt 2006-ban, én abszolút korrektnek tartom, és elismerés az övé, hogy végig kitartott a Széles Sándor nevű úriember mellett, akit sokan okra-ok nélkül támadnak, de hogy ez a pali valami tudat, biztos a Széles Sándorról beszélek, mert végül is fővezette a csúcsra, szisztematikusan és nem látványos ugrások, hanem szép lassan visszavezette a nemzeti élvonalba is, és 2011-ben már rongyá verte a világot, és 2012-ben is hiába voltak ezek a lokoskodások, hogy még 10 méterig tart a verseny, 200 méterig tartott, és akkor jó volt az első, és ez a lényeg. Úgyhogy csak gratulálni lehet neki is, az edzőjének is. Ennyi fért a mai beszélgetésünkbe, kedves nézőink. Öt karikás beszélgetésekről beszélgettünk, és önök pedig olvashatnak róla, hogyha valamelyik könyvet megveszik maguknak. Egy biztos, hogy nagyon érdekes történetek vannak benne. Jövő héten szintén egy nagyon érdekes műsorral fogjuk várni önöket, egy olyan úrral, aki február 29-én szökő évben született, szökő napkor, úgyhogy, és az élete egy nagyon érdekes történet, hiszen relikviákat, sportrelikviákat és autogramokat gyűlt. Hogy kikről lesz szó, az a következő adásban ki fog derülni. Ez volt a Foci és Sport 5. évfolyamának 51. adása. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Műsorunk az Ebl Tervező Kft. Támogatásával készül. Támogatónk a Penta Általános Építőipari Kft. Műsorunk médiapartnere a Sport Plus. Keresse péntekenként az újságárusoknál.